Erről szemről azt kell tudni, hogy minden évben ezt meg szoktuk ejteni. Ugye a saját rendszerünkben november 15-től vagyunk ügyeletben. Ezt várja el tőlünk a város, ezt várja el tőlünk a lakosság, és felmérjük a lehetőségeinket. Az előbb ugye a katasztrófa védelem képviselőjével megtekintettük a gépeket, megbeszéltük, hogy milyen felkészültségi szinten vagyunk. Tulajdonképpen takarítjuk a főbb közlekedési utakat, járdákat, minden egyéb felületet, és ezt beszéltük meg az ezredes úrral, hogy mi ez a felkészültségi szint, amin jelenleg állunk. Ugye be tudtuk mutatni most jelenleg három nagy úttakarítógépet, illetve megbeszéltük azt, hogy jelenleg még egy áll rendelkezésre, tehát összesen négy, illetve várható a beszerzése, illetve bérlése még egy ötödik gépnek, ami valószínűleg elég az útfelületek tisztántartásához, illetve alvállalkozói szinten még markoló rakodógépek is rendelkezésre állnak, szükség esetén tolólappal is, tehát be tudnak segíteni ebbe a munkába. Kis járdatakarító gépeink is vannak, amik járdák, járdafelületek tolását, szórását végzik. Ebből 5-6 darab áll rendelkezésre, illetve egynek a beszerzése még folyamatban van. Olyan sikosságmentesítési anyagokat is használunk, főleg térkő burkolaton, ami nem teszi tönkre ezeket a burkolatokat, tehát környezetből átszóló anyaggal is rendelkezünk, fel vagyunk készülve. Most a technikai részéről beszéltünk a felkészülésnek. Emberállományban hogyan néz ez ki? Ugye a gépekről már volt szó. Kézi munkával vagy kézi erővel takarítják-e esetleg majd a járdákat, utakat? Illetve mekkora az az út szakasz, út felület, amit takarítani kell, karbon kell tartani ebben a téli időszakban? Hát annyit tudunk mondani erre, hogy a nagygépeknek elsődlegesen a buszútvonalakat, csomópontokat, nagyobb forgalmú utakat kell takarítaniuk. Ez több tízezer méter, tehát több tíz kilométernyi felületet jelent, illetve legalább ugyanennyi alsóbbrendű utat is. Járda szinten pedig szintén egy közel százezer négyzetméteres felület, tehát elég sok felületről beszélünk, amit azért kisgépekkel viszonylag gyorsan lehet takarítani. Lejtős utakon, gyalogátkelő helyeknél, illetve busz megállókban pedig közmunkások takarítják a felületeket, illetve a saját embereink, az erdő, a partvédelmi vállalat és a parkos állomány állandó dolgozói. Ez közmunkás szinten olyan 80 főt jelent, illetve saját dolgozóink közül olyan 30-35 fővel tudunk jelen lenni szinte folyamatosan az utcákon. Illetve ami még itt probléma szokott lenni, az, hogy a társasházakhoz tartozó útfelületeket a társasház maga nem takarítatja le. Ezt mindenkinek tudnia kell, tehát a társasháznak a kezelője ezt tudja, illetve ha nem tudja, akkor a városüzemeltetési irodán megtudja ezt, hogy melyik útszakasz, járdaszakasz tartozik hozzá, a közvetlen hozzátartozó járdaszakaszt általában a társasháznak kell takarítania. Szó volt arról az interjú elején, hogy november 15-től kezdődik meg ugye ez a felkészülés. Meddig tart majd ez a téli ügyelet? Nyilván ez valamilyen szinten az időjárástól is függ. Illetve hogyan kell elképzelni az ügyeletet magát 0-24 órába? Az ügyeletnek erről a részéről annyit lehet tudni, hogy november 15-től kezdődik. Természetesen egy-két nappal előbb akkor azért nem vagyunk teljesen készületlenek, de a hivatalos az november 15-től kezdődik, és március 31-ig tart. Hát aztán persze volt olyan márciusunk, ahol semmit nem kellett csinálni, és volt olyan is, amikor bizony még 28-án is havat kellett takarítanunk. Igazándiból tartunk egy főügyeletet, ami tulajdonképpen szükség esetén fizikai jelenlétet jelent, járjuk az utakat, ellenőrizzük akár 24 órában, természetesen az időjárás függényében, járjuk az utakat, járjuk a várost akár hajnalban, éjszaka is, és megpróbáljuk mi elsőként észlelni azt, hogyha valami probléma van, és azonnal riasztjuk és indítjuk az autókat. Ezen kívül ugye, mivel hogy ennek másik oldala is van, tehát a sofőröknek is ügyelni kell, teljes 12 vagy 8 órás váltásokban ügyelnek a sofőrjeink, és bár mindig van minden gépre olyan ember, akit azonnal tudunk riasztani, akár karácsonykor, akár újévkor, tehát bármikor.